Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem engedjék meg, hogy Zalaegerszeg megyei város polgármestereként sok szeretettel köszöntsem Önöket városunkban. Hogy a finn-magyar kapcsolatokról szót ejtsek, azt gondolom, e tekintetben én vagyok itt a leghiteltelenebb és legfelkészületlenebb ember, hiszen Önök mind egy kicsivel jobban képen vannak e tekintetben. Kezdetben érzem magam, mint amikor a tanítvány tart előadást a tanárnak. Azért, hogy mutassam azt, hogy készültem a mai napra. Azt hiszem, nem kell bizonygatnom Önöknek, hogy mennyire fontos Magyarországnak és mennyire fontos Finnországnak is, hogy azok a több évszázados kapcsolatok, amelyek kialakultak a két nép között, azok most az Európai Unió időszakában is még erősebbé válnak. Az 1900-as évek elején talán ezek a kapcsolatok erősebbek voltak, 1945 után egy kicsit van. Viszont van a magyar történelemben egy fontos évszám, 1900, ami egyik oldalról számunkra a forradalom és szabadsághat évét jelenti. Másik oldalról azonban a finn-magyar kapcsolat.